Üdvözlöm a Zemplén Televízió nézőit, különösen nagy öröm számomra, hogy köszönhetem ma a stúdióban a Boldog Sarkaházi Sára iskolaközpont projektvezetőjét, illetve diákjait Szepsiből. Jó estét kívánok, sziasztok! Köszöntöm Novák Andreát, aki projektvezető volt ebben a programban, és ugye akit talán a régi nézőinknek nem nagyon kellett bemutatni, hiszen valamikor a Szlovák Magazinok szerkesztője volt, úgyhogy különösen nagy öröm számunkra, hogy itt vagy ismételten. És hát a diákok közül Nagy Gabriellát, Szanyi Márkot, Bányász Pétert és Simon Attilát, sziasztok! És hát volt egy nagyon szép programotok, Andrea, ez a Bódva völgyétől Moszkváig, ami hát úgy gondolom, hogy egy nagyon fajsúlyos történetet dolgozott föl, egy történelmi cselekményt dolgozott föl a diákok számára. Honnan jött egyáltalán az ötlet, és mi is volt az, amivel dolgoztatok? Az ötlet onnan jött, mivel volt egy pályázat kiírva a Gulag év keretében belül, és gondolkodtunk, mivel nagyon megtetszett az ötlet, legalábbis nekem, mert nagy utazó vagyok, hogy lehet emléktúrát is a helyekre megszervezni, de mivel a Bodva völgyéből az emberek a Gulakra, a Kaukázusban, Nuzálba voltak elhúzolva, hát úgy gondoltam, hogy diákokkal, 17-18 éves diákokkal az veszélyes lenne kiutazni, és kutattunk, mivel először két részből állt a pályázatunk, nem csak az utazásból, voltak ilyen rendhagyó történelmi órák, ahol voltak előadások olyan emberekkel, akik foglalkoztak a Gulag témával, volt egy olyan, aki mostan, akkoriban 4 éves volt és édesapját elhurcolták a Gulagba, úgyhogy volt egy ilyen rendhagyó óránk, utána volt egy ilyen kutató óránk, voltak diákok, akik felkeresték a falvakba, mivel a Boldva völgyében azok magyar lakta terület, felvidéki, meg van egy pár német nemzetiségű falu, és onnan nagyon sokat elhurcoltak, avval az ürüggyel, hogy csak 3 napra ilyen segédmunkára, kassára. Somodi községben volt egy gyűjtő helység, a mostani posta épülete, ott gyülekeztek, és onnan mentek kassára. Ezt mind a diákjaink felkutatták az előadás után, próbáltak túlélőket is, sajnos mire elkezdtünk kutatni, 2 túlélő menet közben elhunyt, meghalt, és így kitaláltuk azt, hogy a kutatásunk során Moszkvába is alakítottak, megengedte az állam, hogy legyen ott egy Gulag múzeum. Fölvettem velük a kapcsolatot, szívesen vártak, és akkor nem Nuzálba mentünk egy Gulag lágerben, de megnéztük ezt a Gulag múzeumot, ahol elmesélték a történeteket, meg sok ember történetét mesélték el nekünk. Egy, ami olyan úgy szíven fogott, egy történet, egy tanárnőről szólt, aki az iskolából hazavitt 3 füzetet, meg 4 ceruzát, és akkor 10 éven, ezért 10 évre a Gulagra küldték. És ami ebben a témakörben számunkra kedves volt, ha lehet egyáltalán így fogalmazni, hogy ennek a projektnek a keretében 2 Zemplén Televízió által készített filmet is bemutattatok a gyerekeknek, és hát ennek különösen is örülünk. Miként tudta mondjuk ez a 2 film segíteni azt, hogy a gyerekek ezt a fajta történelmi időszakot fel tudják dolgozni? Mivel keveset a történelmi órákon is, meg a történelmi tankönyvekben kevés van korszakból, én mint orosz szakos tanár sokat tanultam erről, meg nagyapám igaz ilyen részleteket, foszlányokat mesélt, mert ő is a Gulagban volt, nem mert beszélni, és ezért próbáltam kutatni, és mivel egyházi iskola vagyunk, így nagyon jó volt az egyik kis film, a görögkatolikus püspökről, és így megnéztük, és közelebb került ez a kínzás a gulagokon, meg a kereszténység, a vallás hogyan volt a szovjet hatalommal büntetve, vagy így kísérve. Igen, üldözve. No, hát azt hiszem, hogy diák szemmel az ember először csak tanulja ezt a tankönyvekből, aztán igazából, amikor saját
tapasztalatai, vagy elmesélik nekik ezt a fajta történetet, másként ragad meg. Gabriella, Márk, ti hogy éltétek meg egyáltalán ezt az egészen? Gabi? Hát elég sokkoló volt, hogy tényleg, mert én eddig nem tudtam elképzelni, hogy valakiket így kínoztak, és így látni, meg hogy olyan érdekes ágyakon feküdtek, ilyen vaságyakon, meg semmi takaró, semmi innivaló, és nekünk tényleg mindenünk megvan, olyan sokkoló volt nekem. Én személy szerint ezt úgy éltem meg, mintha valami harmadik világháború vette volna kezdetét. Borzasztó, ami történt ezekkel az emberekkel, akiket innen hurcoltak ki. És tényleg olyan érzésem volt, hogy nem, hogy véletlenül a jövőben vissza fog térni ez az időszak, hanem hogy esetleg a mi utódainkkal ez meg fog történni újból. Tehát hatalmas élményekkel tértünk haza. Azért már most egy tizenéves fiataltól milyen súlyos mondat az, amit elmondtál már te is. Andrea, mi az, ami a gyerekeknek konkrétan meggyőző volt, ami közvetlenben a legnagyobb tapasztalatot és ismeretszerzést adta? Átélni azt a történetet a filmen keresztül, és milyen rossz volt, hogy ők most szabadon mozoghatnak, és régen egy kis nem is bűncselekvény, csak egy kis tettet helyett milyen nagy büntetést is kaphattak az emberek, és ez a diktatúra bennük maradt. Ha jól tudom, egy olyan múzeumban is ellátogattatok, ahol valóban kézzelfogható vált ennek a szörnyű korszaknak a különböző rémtettei. Ezt hogyan, miként lehet, vagy kell egyáltalán ezekkel a gyerekekkel megismertetni? Szerintem igen, mert a gyerekek semmi rossz tapasztalatuk nincs a világban, és nem tudják átélni ezeket a rém történeteket. Például a szlovák kormány kötelezővé tette, hogy egyszer nem is tanévben, de az iskola időszak alapján a felső meg középiskolások ellátogassanak Auschwitzba. És szerintem ez a gulag történetről keveset tudott az ember. Azok az emberek, akik hazatértek, meg voltak félemételve, hogy ne beszéljenek róla, mert az volt nekik mondva, hogy visszakerülnek. És azért a gulagról nem tudtak, vagy keveset. Szerintem az én diákjaim semmit nem tudtak előtte a gulag történetről. És összehasonlítottuk az Auschwitz-szal, a zsidó történettel, meg a felvidéki magyarok történetével, és rájöttek ők közben, hogy ez ugyanaz a történet, ugyanaz a súly van. Azt említetted nekem még itt a stúdió beszélgetés előtt, hogy effektíve például kőlevest főztetek, és volt egy csomó minden olyan dolog, ami hát tényleg abból az időszakból azok a rémtettek, hez tartoztak, amit igen, elkövettek emberek ellen. Volt egy emléknapunk, ami két előadással zajlott, meg egy emlékműsorral, amit a diákjaim, mind a négy szerepelt is benne, eljátszották azt, hogy hogyan gyűltek össze, vagy gyülekeztek az emberek, és hogyan küldték őket Kassáról egész Lengyelországon keresztül, mert onnan Kassáról teherkocsikkal cipelték Lengyelországba, és Lengyelországról pedig Kaukázusba vitték tehervonatokon az embereket. Ezt így elmesélték a történeket, két előadónk volt, Köteles László, és sokat foglalkozott a gulag történettel, ottan a mi környékünkről, a bodvavölgyiekkel, meg említettem azt a 4 éves kisfiút, és akkor ő kutatott az édesapja után, ő is előadott, és hogy mit gyűjtött össze. Utána volt az emlékműsorunk, és délután pedig volt egy emléktúra Szepsitől Somodiba, oda, ahová tettünk egy emléktáblát is, részt vett a kassai konzulunk is az emlékműsoron, és akkor egy kis, igaz, nem volt hosszú az a túra, ilyen 2,5 kilométert, de pont olyan novemberben volt, hideg is volt, sár volt, úgyhogy beleérhették magukat, hogy a rabok a gulakon milyen körülmények között kellett nekik gyalogolni, meg dolgozni, és
ez volt a felső tagozatok, meg a gimnázium részére, és a kicsiknek pedig főztünk csanálból levest, meg kemény kenyeret kiszárítottuk, és ezt megkóstolhatták, és a cserkészekkel pedig egy kicsit mételztak. Úgyhogy így volt egy ilyen emléknapunk is. Nyilván itt az élményszerzésnek egy teljesen más aspektusáról beszélhetünk. Nektek az előkészület mennyiben volt esetleg szívfacsaró, ha lehet így mondani, hiszen nyilván, amikor az ember egy ilyen dologra készül, akkor azért csak belegondol abba, hogy valóban ezt annak idején emberekkel megtették, és nektek, mint pedagógusoknak, vagy neked, mint projektvezetőnek mit adott ez az egész projekt? Én elképzeltem nagyapámat, hogy őt hogy hurcolták el, kétszer szökött, mind a kétszer elfogták, utána sötét zárkába zárták, és kínozták, és Moszkvába pedig láttuk azt a kínzó eszközöket, mert mindent, úgyhogy én engem elfogott a sírás is. Én beleéltem magam ebből is, úgyhogy személyesen is megfogott ez a gulag, és a gyerekektől... Gabi, nektek mit szóltak otthon a szülők, amikor megtudták azt, hogy egy ilyen projektben vehettek majd részt? Hát örültek, mert tényleg nagyon szeretik, hogyha tanulok valamit így az életről, meg tényleg, hogyha mert így tudatosulok vele, hogy nekem milyen jó. És amúgy örültek, hogy így jobban át tudom érezni, meg hogy van esély menni Moszkvába, Moszkva gyönyörű hely, szóval... Nagyon örültek. Igen, erre is mindjárt visszatérünk. Mi az, ami neked esetleg ebből az egész projektnapból, amit Andrea említett, a legmeghatóbb volt? Az, hogy igen, vannak ismerőseink, akiknek a nagyapjuk vagy apjuk elment oda, és nem tért vissza, vagy visszatért, és nem mondhatott semmit, szóval, hogy ez így belejöttem magam annak az embernek a helyzetébe, és el se tudtam képzelni igazából. Mark? Én először olyan jegyzett füzet jutott a kezembe otthon, egy közeli ismerősöm rokonomtól, aki tényleg ott volt, el volt hurcolva. Tehát ezt a pár lapot, mikor elolvastam, még jobban kiszerettem volna utazni. Ugye Európa szinte legnagyobb városába. Tehát hát szüleim eléggé féltettek, mert mégis ott ez még olyan szigorú ország, és minden utcán találkozhatunk szigorú rendőrökkel, katonákkal. Először repültem, tehát ebből is volt egy kicsi félelmem. Beszéltetek utána arról otthon, hogy mi mindent láttatok, mit tapasztaltatok? Hát igen, természetesen sokat fényképeztem, és mindenről igyekeztem beszámolni anyunak és apunak. Elég irigyelték is, mivel ők még ott nem voltak sosem, és ki tudja, hogy mikor. Vagyis lehet, hogy nem is lesz rá esély, hogy kiúsanak. Szerintem ez egész életemre kiáltása lesz ez a kirándulás. És ami a legjobban engem megfogott, az Leninnek a halott testi, bebalzsamozott testét, ahogy láttam, az tényleg elég ilyen... Történelem egy darabja. Több mint 100 éves holtest, tehát ez tényleg megfogott engem. Miért gondolkoztál ilyen nagy projektben? Hiszen lehet, hogy egyszerűbb lett volna mondjuk egy iskolában megtartani csak egy sima megemlékezést, idézőjelbe téve a csak ott természetesen. Miért gondolkoztál te egészen Moszkváig tartó utakban és ilyen jellegű tapasztalatszerzésben? Mivel Moszkvát már többször megjártam, és Moszkvát azt sok emberbe vagy a... Az emberekben még mindig az a szocializmus van, veszélyes város, és az a Sztálin kultusz van benne. Igaz, Lenin szobrok vannak mindenütt Moszkvában, úgyhogy az megmaradt a történelme, és elismerik. Sztálint nem lát az ember, és ők is elítélik Sztálint. Egyetlen a sírhelye megvan, ott a Lenin mauzóleum mellett, a Krem falánál. És jobban a gyerekek, ha én csak ilyen rendhagyó történelmi órát, amit otthon megtartunk, hívunk előadót,
nem tudják annyira átélni a dolgokat. És így szerintem jobban átélték a várost is, a történelmet is, a volt Szovjetuniót is, mert vannak helyek Moszkva városában is, ahol látszik. Például a metroállomások a belvárosban még mindig ott vannak a katonák szobrai, a Vörös Csillag, a Lenin szobor, például van egy metroállomás, most hirtelen nem jut eszembe a neve, de ott vannak a partizánok, a kutyák, és van két szobor, amin mindig az emberek, ha körbe mennek, vagy mellette elmennek, meg simogatják. Vagy a puskát, a partizánnak, vagy a kutyáját. Nem sikerült kideríteni, hogy miért van ez, de és főleg az idősebb emberek teszik ezt. Jellemző egyébként az iskolában az, hogy egy-egy ilyen témakörről sokkal nagyobb ívű programok kapcsán gondolkoztak? Vannak ilyenek, és minden órákban, nem csak történelmi órákban, volt egy másik, most van, elvileg még csak a fejemben van egy projekt, hogy Rákóczi nyomába elindulunk. Az előző iskolámban azt megtettem, akkor Comenius nyomába indultunk el. Úgyhogy sok terveim vannak, és minden éven egy ilyen nagyobb projektet tudunk megvalósítani. Hogy látod, valóban lesz, hagytatok a gyerekekben nyomot ezzel az egész projekttel? Szerintem igen, és szeretném a támogatóknak is megköszönni az Emberi Erőforrások Minisztériumban, hogy támogatták ezt a projektünket, és reméljük, hogy a következő években is támogatnak. Sajnos ilyen nagy útra sok diákot nem tudunk kivinni, ez is szerintem elég nagy volt, mert 16 diákot tudtam kivinni, és 5 kollégával. Úgyhogy 21-en voltunk kint. Hát én köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba, és beszámoltatok nekünk egy kicsit erről a projektről, hiszen valóban nem mindennapi történet volt ez, és az külön öröm számunkra, hogy egy kicsit mi is hozzájárulhattunk ehhez a történethez. És természetesen, ha legközelebb lesz hasonló projektetek, akkor nagyon szívesen várunk titeket ide a stúdióba. Úgyhogy még egyszer köszönjük szépen az információkat. A nézőknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, tartsanak továbbra is az Emprint Televízióval. Viszontlátásra!